Kortárs Etikül, Kossas Áta vagyok, és köszöntöm a stúdióban vendégeimet, egy csodálatos hölgyet és egy urat. A hölgy ugye szépség királynő volt, Szunai Linda, tehát a férfiak most irigykedhetnek. Sziasztok! Hogy a stúdióban egy ilyen hölgy ül, és Kozman Györgyöt köszöntöm, a Kézájdú tulajdonosát. Sziasztok! Ami miatt ma itt vagyunk, az, hogy a cég, a Kézájdú, és a Linda egy izgalmas együttműködésbe fogott, és maga a cég, amit gyárt, az is egy nagyon izgalmas, trendi dolog ma. Mesélj nekünk erről, Gyuri, egy kicsit. Igen, tehát a Kézájdú abba a projektbe fogott bele, és avval a vágyal indult neki kicsit több mint másfél évvel ezelőtt ennek a kalandnak, hogy létrehozzunk egy olyan online felületet, ahol a kedves oda látogató megtervezheti a saját hátlapját, illetve választhat a galériánkban lévő már előre megtervezett grafikák közül, amelyek között kortárs alkotások is vannak. Tehát igyekszünk egy mű alkotási irányvonalat is képviselni, valamint vannak a galériánkban olyan választható hátlapok is, amelyek pedig a jótékonyságot szolgálják, és a Vakok és Gyengénlátók Intézetével kötött együttműködésünknek köszönhetően ezen hátlapok vásárlói közvetett, illetve közvetlen módon támogatják a Vakok és Gyengénlátók Intézetét, és így kerültünk mi kapcsolatba Lindával, mert megkerestük őt, hogy legyen ennek a területnek az arca, és képviseljen bennünket a nagy közönség előtt, és hála Istennek elfogadta a megkeresésünket. Linda, mi is ez az együttműködés, így egy kicsit bővebben? Most az én telefonomban is található egy ilyen tok, amivel a Vakok és Gyengénlátók Intézetét támogatom. Én is, illetve azzal, hogy én nálam ez a mindennapokban ott van, ezzel közvetítem az emberek felé, hogy ez egy abszolút elérhető, trendi és hasznos dolog, ami egyébként mindenkit érint szerintem, mert telefonja mindenkinek van. Nagyon jó reklámfelület is idézőjelbe, tehát hogyha ezt mondjuk, de ma már azért nagyon sok reklámza is ér minket, úgyhogy fontos az, hogyha ilyen kicsit közvetlen dolgokon, és a fiatalokat főleg megfogva ezzel a trendi dologgal lehet közvetíteni jó és pozitív dolgokat. Hogy néz ki ez a tok? Mert ennek van egy érdekes felülete. Így van, tehát két opció van. Az egyik, hogy ugye két technológiával dolgozunk, az egyik egy UV LED, de nem fogok jobban belemenni, ígérem. A másik pedig egy termó technológia. A lényeg, hogy tudunk háromdimenziós domborulatot létrehozni a műanyagnak a felszínén, tehát ez egy műanyag alapú tok, és ezáltal ezért tudunk a vakok és gyengénlátók is a brejírást létrehozni, ami számukra egy olyan felszínen tapintható élmény, ami számukra is boldogságot jelenthet, ugye nem csak a látó emberek számára. A másik része pedig, hogy aki rendelkezik egy kis kreativitással, vagy a galériánkból választ, az pedig tényleg egy olyan felszínt kap, mint adott esetben mondjuk ténylegesen egy festmény, egy olajfestmény, ahol látszik, hogy a különböző rétegek eltérnek egymástól, ezt nálunk is kitapintható, tehát nem egy síkban elhelyezett nyomatról van szó. Akkor tulajdonképpen nem csak maga a brejírás, ami üzenetet tud közvetíteni, hanem maga az alkotás így is. Van. Mindeneked melyik a kedvenc telefontokot? Tehát nézegettem a galériát, ott ugye nagyon sokféle van, hogy divat, felületek vannak, a művészeti alkotások vannak. Neked azon kívül, hogy persze van ez, gondolom, ezek cserélhetőek, könnyedén patinthatók, cserélhetőek. Bármikor. Hogy melyik a kedvenced, vagy milyen stílus a kedvenced? Én szeretem sűrűn variálni. Tehát úgy legalább nem unom meg egyiket sem. Tehát én nekem van olyan, hogy mint ahogy minden nap más ruhát veszek fel, másmilyen kedvem van, úgy egyébként van, hogy néha naponta cserélem a telefontokomat is. Van, hogy a ruhámhoz, van, hogy csak a kedvemhez. Tehát nekem elég sok fajta van. Van olyan is, amin én vagyok rajta, azt nem szoktam rátenni, mert úgy gondolom, ez egy kicsit ilyen egoista húzás lenne, de mint hogy ezt már neked is meséltem, arra várok, hogyha majd egyszer lesz
párom, akkor neki oda fogom adni ajándékba, mert ő biztosan nagyon büszkén fogja azt a telefonjára rátenni, úgyhogy erre várom. Bocsánat, csak egy pillanatra hadd kapcsolódjak hozzá, hogy amit itt a Linda említett, és erről már mi egymás között is nagyon sokat beszéltünk, hogy ugye a divatnál ez látszik, hogy egy trend kezd lenni, hogy a telefont valóban passzítják az öltözékhez, és ugye ez szintén megtehető abszolút a mi oldalunkon keresztül is. Tehát az öltöztest fel a mobilodat. Öltöztest fel a mobilodat, igen, így igen. Van, valahol már hallottam ezt. Igen. Igen. Ez pont Linda fogalmazta meg jól, hogy ahogy kinézek reggel, ahogy mit felveszek reggel, ahhoz tudom öltöztetni a mobilomat. Abszett, is, persze. És akkor a stílusba is. Igen, mert nekem is megmondom, őszintén van kettő most, amit így nagyon szeretek, és az egyik egy sötétebb árnyalatú színeket képvisel, a másik pedig vidámabb, színesebb, és akkor reggel, amikor az ember mit pattint fel a telefonjára, akkor már a hangulatodat is ugyanígy befolyásolja. Hát így van, vagy milyen találkozóra megy, tehát, hogy mit akarok én sugalni abban, hogy ugye kit képviselek akármilyen céget, vagy igen, az nem. Igen, főleg azért, mert ma már a telefon az embernek a kezében van. Tehát nem a zsebében, nem a táskában, hanem főleg a kezében, és akkor meg látszik ugyanúgy, mint egy táska, vagy egy sál, egy kendő, ott van egy, az is öltözteti az embert is. Igen, most már hozzánk nőtt, mert most már nem jegyzett tömböket hordunk, hanem tényleg a telefonba jegyzetelünk, a telefonnal üzenünk, SMS-ezünk, e-mailezünk. Minden arra jön. Ezért minden. Szinte nincs is lehetőség arra, hogy eltegyük. Én nekem igen. Szinte mindig ott van a kezdemben, mert valami mindig történik. Ha elteszem, akkor lemaradok valamire. Az online nem zedik. Néha még akkor is, amikor nem kéne. Ez igaz. Igen, de igazából pont ma reggel volt ugye rádiós, másik rádió, de hát az kocsiba ültem, hallgattam, és ott egy blogról olvastak fel, ahol egy fiatal lány összefoglalta, hogy mi az, ami a 80-as években nagyon rajongtunk érte, és most már egy kicsit avitt, és még talán el is titkoljuk, hogy mondjuk mi is rajongtunk, és egy dolgon nagyon felkapta a kolléga hölgy is a fejét. Hát ugye a vizet nevezzük úgy, hogy a könyveket is oda sorolta, mert hogy már mindenki ugye vagy tableteken, e-bookon, igen, vagy a telefonon, és ezen utána én is elgondolkoztam, mert például én, hogyha telefonon nekem le van töltve hangos könyvek. És ugye fül, bedug, megyek, amikor kocog, és hallgat. Tehát, hogy tényleg most már az olvasás is, és minden elodázódott egy kicsit. Most egy kicsit zenélünk, és utána visszajövünk, és azért erről a trend dolgokról még beszélgetünk. Anna and the Barbies következik, Kortárs Etikült hallgatjátok, vendégem Szunai Linda szépségkirálynő, és Kozman György a Kézájdú tulajdonosa. És az Anna and the Barbies-tól pedig hallgassunk egy nagyon izgalmas számot, nem tudom, megkeressük, megnézzük, hogy mi fog szólni álmatlan, úgyhogy mindenki ébredjen fel, hogyha lehet. Figyelj, lenne itt valami. Talán ha gondolatokat lehetne hallani. Nem is kéne szerelmet vonani mások percenként, és tédre rogyva esketné a hűséget. Meséket mondhatnám, amikben megtudnám, ki vagy te, aki mindig itt vagy, de valahogy mégis folyton hiányzol, mint a légszom, folyton hiányzol. Csak most el ne aludj, figyelj, vesztelen vagyok érdekel. Kell egy fenék vagy egy mell, de nagyon is vajon. Nekem vagy a szokásnak gyorsan be a keze. Egyáltalán ezzel az a perc, amikor ha két és egyesül az angyalok mosolyognak, mert egy szerelemben teljesül. Nézd, ahogy mozdulsz, pedig te még nem is akarod. I got a hole in my soul. I got a hole in my soul. I can't eat, I can't drink, I can't sleep no more. Cause I got a hole. Játszunk szerelmest, tudod, veszedelmest. Gyújtsunk föl minden domot, családi házat, iskolát, templomot. Nézni, ahogy
hogy a tíz lobog, tíz a porrá izzott romokon. Két szökötre baktat az aranydó homokon, a szerelme innen minden törvényen túl. Te meg én, csak most, most, most el ne aludj, figyelj! Én egy kicsit most meghaltam, na ne ijedj meg, én azt nem akartam. Csak látni téged félni, engem mérve remélni, örülni, hogy nem kell megőrülni, ha nincsen tudod. Te vagy a világon az egyetlen kincsen, látom fáradt vagy. De csak menj, én majd vírasztok menj, a hold. I got a hole in my soul. I can't eat, I can't drink, I can't sleep no more. 'Cause I got a hole in my soul. I got a hole in my soul. I got a hole in my soul. I can't eat, I can't drink, I can't sleep. Sziasztok, újra itt vagyunk a Kortárs Retikülben, Kosaras Áta vagyok, a mai műsor pedig a divatról, trendekről, és ezen belül is a telefondivatról, telefondizájnról, és öltöztessük fel a mobilunkat címszó alapján szól, ezt jól megfogalmaztam, de az élő műsor szépség, és nem gondoltuk át a szöveget. Üdvözlöm a stúdióban újfent a vendégeimet, Szunai Linda szépségkirálynő és Kozmán György, a kézágyú tulajdonosa vendégeim. Az előző blogban már beszélgettünk arról, hogy a cég ugye mit képvisel. Majd visszahallgatjátok a műsort, aki most kapcsolódik be, akkor az majd tájékozódhat bővebben, most nem mennénk újra bele. Amiről ebben az etapban szeretném, hogy beszélgessünk, az itt egy kicsit így a divat, és az, hogy hogyan változtatja meg az életünket, az a felfogás is, hogy a környezetünkre hogyan figyelünk, tehát ez a tárgyainkra, és hogy honnan jött ez, és hogy kinek mi a fontosabb, és hogy mit láttok esetleg a világban ezekről a trendekről is, hogy ez az öltöztes fel a mobilodat most. Ez ugye nálunk nagyon dübörög, de hogy ez meddig fog így tartani? Hát ugye, amit én látok, és ez a telekommunikációnak a része, azon belül is elsősorban a tablet és mobil készülékeknek a világa, hogy ugye kezdtük ott, hogy ugye a méretében lettek egyre kisebbek a készülékek. Utána lettek egyre vékonyabbak, és akkor most kezdtük el, hogy oké, akkor most már valamit kellene rárakni, valamivel fel kellene öltöztetni, hogy most már nem csak a telefon a lényeg. Így van, hogy kitűnjünk a tömegből, mert most már esztétikus maga a készülék is, és ezt próbáljuk még inkább kihangsúlyozni. És amit mi látunk, hogy egyre inkább a personalizálás irányába megy el ez a piac. Ez az eladási számokból is látszik, de most nem akarok közgazdasági műsort tartani. De a telefoneladások valóban csökkennek, viszont a hozzátartozó kiegészítőknek az eladási számai viszont ilyen kétszeres, háromszorozódást mutatnak. Uh-huh. És ezen belül, a piacon belül azt gondolom, hogy az egyediség az egy fő szempont, hogy mindenki megtalálja azokat a színeket, azokat az anyagokat esetleg, ami hozzá legközelebb áll. Linda, te említetted, hogy reggel, amilyen kedved van, úgy öltözteted fel a mobilodat ahhoz, ahogy te öltözöl. A barátnőiden ezt hogy látod? Mert ugye mindenki más, hogy ők is ugyanilyen trendkövetők, vagy a környezetedben a fiatalok ezeket, hogy látod? Én úgy vettem észre, hogy
hogy a telefontok is most már abszolút jellemzi az embernek a stílusát. De nekem is a legjobb barátnőm, ő ilyen nagyon-nagyon csajos, és a telefontok is tele van ilyen strasszkövekkel, meg kis csillogós mindenfélékkel, úgyhogy szerintem ez abszolút jellemzi az embert, illetve amit én még észrevettem, vagy én azért szeretem annyira a telefontokokat, mert szinte mindenkinek ugyanolyan telefonja van ma már, és ebben is, mint azért sok minden másban is, én azért szeretek inkább kitűnni a tömegből, nem feltétlen a menni a többi birka után, hanem a saját ízlésemnek megfelelően, és akkor így tudom variálni. Mert az, hogy van egy alapkészülék, persze az nagyon szép és jó, mert annak főleg inkább azt számít, hogy mi az, amire tudom használni, és akkor a külseit meg mindenki úgy alakítja magának, ahogy szeretné. Meg azért hasznos is egy telefontok, tehát védi a telefont. Nektek ugye van két oldalas is, mert ezek ilyen hátoldalakra rakható. Igen, tehát van dupla oldalas is, és ott egy QR kód segítségével akár még háttérképként is kiegészül maga a telefon, magyarán bármerre forgatjuk a telefont, ezt most így rádión keresztül elég nehéz lesz elmagyarázni, de bármerre forgatjuk a telefont, lényegében ugyanúgy néz ki, tehát nem látni. Akkor rajta. A képernyőn is ugye a minta folytatódik. A képernyő kiegészíti az előlapnak a mintáját, illetve a hátlapnak a mintáját, és ezáltal egy kerek egészet alkot. Ez nagyon jól hangzik, tehát akkor aki annyira ütivágja a telefonját, annak ez egy nagyon hasznos így kiegészítő. Van. Pontosan, illetve nekünk ugye ez egy, csak nagyon röviden, ez egy kezdeti lépés, és a mi magunk belső céges fejlesztései nem állnak meg, hiszen ebben szeretnénk egyéb hozzáadott intelligenciákat is hozzáadni, hogy ne csak szép legyen, de többletfunkcionalitást is hozzáadni, szóval ez úton haladunk. Ezek mik lennének? Publikusak, vagy ezek még nagyon titkos fejlesztések? Hát titkos, de persze azért semmi sem annyira titkos. Tehát lényegében szeretnénk azt, hogy vércsoport és egyéb olyan információknak a tárolására alkalmas legyen, ami ne adj Isten mondjuk egy balesetnél fontos szempont lehet egy személynek az életében, hogy ne adjanak neki olyan gyógyszert, vagy éppen olyan vért kapjon rögtön, vagy olyan embert tudjanak értesíteni mondjuk, aki hozzá a legközelebb álló, vagy aki megvan adva. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind-mind olyan többletfunkciók, mert általában a telefonjaink, legalábbis az enyém, egy kóddal van levédve. Tehát, hogyha éppen nem vagyok magamnál, akkor abból túl sok információt nem tudnak meg. Tehát ez volt a kiinduló ötlet, amikor azt mondtuk, hogy próbáljuk meg mindezt a hátlapba integrálni. Igen, ez egy hasznos dolog, mert ma már azért a mindenki a saját belső dolgait, hiszen annyira nyitott világot élünk, azért mindenki levéd mindent, és mondjuk így családi tapasztalatból tudom, hogy nem olyan régen a kisfiam kiütötte a kódot a telefonból, na most ahogy kiütöd utána, az már csak nullára tudod a telefont redukálni, ami azt jelenti, hogy minden elmegy, tehát visszaállítani lehetetlen. Úgyhogy ez így végül is tényleg egy nagyon hasznos, mert rögtön minden információ rajta van. De ti itt nem álltok meg, meg nem tudom, hogy itt az együttműködés is majd nektek így hogy megy tovább, mert én egy érdekes hírt láttam posztolni a Facebookon az oldalatokon, hogy a telefontokjaitok kijutottak Amerikába, és ott egy a 80-as évek egyik nagy sztárjának, itt Magyarországon majdnem 90-es évek egyik nagy sztárjának, aki kint Amerikában most még mindig nagy sztár, mi kevésbé ismerjük őt itthon, de szerintem a mi korosztályunk még emlékszik rá, ugye Backstreet Boysról beszélünk, az egyik énekesének, és ti telefontokotok van, nevezzük itt, tehát mondjuk így. Így van. Hát ugye kis hazánkból sok érték megy szerte a világba, és ezek néha még össze is fognak, és ennek a példája az, hogy a mi telefontokjaink hogy juthattak ki az Egyesült Államokba, azon belül is az Emmy díját adó gálára. Ugyanis... Kirázott a hideg. Egész az Emmy díj. Ugyanis, mint említettem itt a beszélgetésünk elején, nekünk a galériánkban vannak olyan kortárs művészek, akiknek a grafikái egyedileg a mi telefonjainkra vannak tervezve és szabva, és ezek közül az egyik meghívást kapott, mint a kortárs művészeteket magyar, vagy képviselendő pontosabban az ő galériája meghívást kapott, ami Kaliforniában helyezkedik el, az Emmy díját adó gálára, és ennek keretében kivitték ennek a magyar úriembernek is a képét. Mondjuk ki nyugodtan a nevét az úriembernek, mert lehetünk rá büszke, hogy ott van. Igen, MSL, ennyi van meghatározva,
hogy ennyit mondhatok. Tehát egyébként igen, nevezzük Szilárdnak a festőt. Tehát kikerült, ő egy elég jelentős alakja a mai kortárs művészetnek, és az ő képe került ki, és neki van egy különleges tervezése, az Ádám és Éva, aminek az a különlegessége, hogy Éva az iPhone hátlapján található almát valóban fogja a kezében, és lényegében ebből egészítődik ki. Tehát a tudás és a bűnt egyesíti avval, hogy ezt rárakjuk. És ehhez mit szólt az Apple? Ezt megmutatom. Még nem, de gondolom, hogy nagyon örülnének. És pont emiatt ugye ezek promócióként kerültek ki ezek a tokok, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen visszajelzések jönnek. Mm-hmm. És lényegében mindenkinek nagyon tetszettek, és elég sok darab el is ment belőlük, és így került ezekhez a sztárokhoz is. Ugye a McLean-en kívül a Walt Disney-nek a különböző sztárjaihoz, illetve producereihez, illetve egyéb tévés személyiségekhez. Tehát ez ugye egy reklám, de ez azért mutatja, hogy valóban van felvevő piaca annak, hogy egy műalkotás más környezetben, vagy egy telefonra, vagy egyéb kiegészítőkre rárakva is műalkotás marad, és egy minőséget képvisel. Igen. És nekünk igazából ez volt a visszajelzésnek Igen. a lényege. A divatra visszatérve, mondtad mind, hogy barátnődnek is strasszos ugye a telefontokja, és itt a galériában láttam az egyik divattervezőnek, a Sentimentsnek is strasszos, neki Swarovskival díszített, kristállyal díszített hátlapja van. Az neked hogy tetszett? A divatrajzokra gondolok, ugye divatrajzok vannak, az egy ilyen nagyon, nagyon érdekes haute couture érzést ad. Az is nagyon-nagyon tetszik, ahhoz is kell egy olyan nap, egy olyan életérzés, amikor éppen azt szeretném rárakni. De nem csak a barátnőmnek, nekem is van olyan tokom, ami ilyen uh-huh. nagyon csajos, van, ami kevésbé, van, ami visszafogottabb, valami teljesen extrém, uh-huh. ugye vannak már ilyen mindenféle figurák, meg, tehát uh-huh. egyáltalán szerintem ilyen telefontokokban már így nincs megállás. Tehát ez így elszabadult, bármi lehetséges, bármi megvalósítható, mint ahogy itt a kézajtúnál is, hogy olyan fotót rakat rá az ember, amilyet szeretne. És azért olyan minőségben, amit nem tudna otthon a garázsban megcsinálni. Az biztos. Te mostanában mit csinálsz? Ugye tanulsz, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy így a napjaitok hogy telnek. Mennyi munkád van így a divat területén? Fú, nekem most nagyon, nagyon teljesek a napjaim, 24 órával elnök tényleg, tehát én nekem ugye most már elkezdődött a suli szeptembertől, most másodéves hallgató vagyok a Kodolány János főiskolán, én kommunikáció és médiatudományt hallgatok, és majd műsorvezetéssel szeretnék foglalkozni. Akkor itt egy nagyon jó helyen jársz. Igen, és ezen kívül a mi állandó munkám, hogy a lifemagazin.hu-n vagyok riporter, ott vannak videoblog, és azon belül vagyok riporter, illetve ott van egy blogom is, ami egyébként egészséges életmód, szépség, divat témákkal foglalkozik, és akkor ez még kiegészül különböző munkákkal, megjelenésekkel, jótékonysági eseményekkel, és néha egy kis szabadidővel is, ugye hát azért az edzések az mindennapjaim része, és hát mindig van valami, hogyha nem unatkozom, hál' Istennek. Akkor így most kerek egész az most egész. Most nagyon, szertenem. Most én így magammal is így nagyon uh-huh. harmóniában vagyok, ami ritka a nőknél szerintem, mindig van valami baja magával a nőknek, de most így 20 és fél évesen, most így nagyon, nagyon jól érzem magam. Ez szuperül hangzik, most egy kicsit akkor megint zenélünk, és ha visszajöttünk, akkor folytatjuk tovább a beszélgetést, és hogyha már így a nőkről beszélgettünk, így zártuk a mondatot, akkor Olái Bolyától a Bébit hallgassuk meg, nem tudom ki, hogy szereti, de szerintem ez zseniális ez a szám. Kortárs Etikült hallgatjától, Kossár Sáta vagyok, vendégeim Szunai Linda szépség királynő és Kozman György a Kézájdú tulajdonosa. Kényszeríti térdre, s mit ér egy férfi, ha nélkülünk senki? Elég volt, baby, az elnyomásból ennyi. Kevés vagy Ádám, nálam van az alma. Mit ér a kígyót, ha nulla a talma? Ma éjjel, baby,
gondolja, Isten nem sok a rizsa. Bárhol élsz, ott te csak egy nő vagy, bármit kérsz, az ára az túl nagy. Okosnak, szépnek, szajhának kell lenni, elég volt bébi, az elnyomásból ennyi. Kevés vagy Ádám, nálam van az alma, mit ér a kígyót, ha nulla a hatalma. Ma éjjel végre győzni fog a nőnem, beléphet bárki a partira, csak ők nem. Rég ezt a könnyed érzést várod, tudom, hogy visszatart a fény. A város már is súbidó már, nekik meg bármit szabad, kis egyepetje. Viszont egy rendes nőnek otthon van a helye. Nekik meg bármit szabad, bulik meg egyepetje. Viszont egy rendes nőnek otthon van a helye. Nekik meg bármit szabad, bulik meg egyepetje. Viszont egy rendes nőnek otthon van a helye. Rég ezt a könnyed érzést várod, visszatart a fék, hogy elhagy a párod. Tudom, hogy visszafogva élj csak így, ha neked ez jó. Viszont az én szerelmem nem eladó. A nő az nő, és így az egál. Ami egy hírnek, az nekem is jár. Hát táncolj, tombolj, ruhád ki gombolj, táncolj. Sziasztok, újra itt vagyunk a Kortárs Retikülben. Kosar Sáta vagyok. Mai vendégeim Szunai Linda szépségkirálynő és Kozman György a Kézágyló tulajdonosa. Amiről beszélgettünk eddig, az ugye a telefontok trendiség és a divat, és minden, ami ehhez kapcsolódik. Egy kicsit szeretnék arról beszélgetni, hogy ugye említette Gyuri, hogy a kortárs művészetek megjelentek a telefontokokon, de nem csak a kortárs művészek, majd hogyha megemlítenéd, hogy milyen művészek képviselik magukat, hanem ezen kívül vannak sportolók, vannak divattervezők, vannak különböző saját megoldások, saját felületek, amik vannak, hogy mik lennének ezek. Így van. Tehát ugye mi, amikor azt a elvet kezdtük el követni, hogy ugye két lehetőségünk lett volna. Az egyik, hogy elkezdünk vásárolgatni jogokat, hogy milyen, hogy is mondjam, imidzseket teszünk fel a hátlapokra. Ez lett volna az egyik. Nem ezt választottuk, hanem azt mondtuk, hogy elmegyünk egy művészeti irányba. A művészeknél ugye, és akkor felsorolnék egy párat, vagy remélem, hogy mindegyiket azok közül, akik ott vannak, tehát ugye Róth Anikó, Marosi László, Szilárd, Molnár Levente, Udvarhelyi Zsuzsanna, Jó Beatrix, Kosaras Renáta. Köszönöm. Tehát tényleg elég széles a paletta, és azt gondolom, hogy ez még bővülni fog. Tehát a célunk az továbbra is az, hogy azokkal a művészekkel, autóversenyzőkkel, ugye ott van a Nagy Norbert, aki Európa bajnoki sorozatban versenyez, illetve kétszeres magyar bajnok is. Tehát, hogy bővüljön ez a kör, és valóban egy minőséget képviseljenek azok az imidzsek, amik rákerülnek a hátlapokra. És amit a Linda is említett, hogy ő naponta, amikor fel kell, és amikor a telefonjára néz, az jut eszébe, hogy ki akar tűnni vele valahogyan a tömegből, akkor ebből a hatással ezt el is tudjuk érni.
Most egy mély csendet, mert hirtelen akartam én is tovább folytatni a sort. Nekem az nagyon tetszett, igen, hogyha már így említettél engemet, köszönöm, hogy ugye az én festményeim is rajta vannak, hogy tényleg ez a kitapinthatóság, tehát a kitapinthatóság az, hogy olyan, mint hogyha egy művészeti alkotás lenne, de most már szerintem nagyon sokat beszélgettünk ezekről a témákról, és lassan a műsornak is végre lesz egy kicsit a mindennapokról, mert ugye Linda betört itt most már nagyon az ősz, és gondolom, hogyha sok női hallgatónk is van, meg lányok, fiatalok, akik mondtad ugye, hogy neked van egy ilyen egészség-szépség magazin blogod is, hogyha adnál nekünk pár jó tanácsot arra, hogy készüljünk fel most itt az őszre, vagy erre hirtelen bejött hidegre, amire is senki nem számított. Hogy úgy érezzük magunkat, ahogy te a bőrödben, mert azt mondtad, hogy most nagyon, nagyon kerek egész. Én úgy gondolom, hogy mindent a pozitív oldalról kell felfogni. Tehát én például iszonyatosan fázós vagyok, rettenetesen, tehát a hidegnek nem örülök, viszont annak igen, hogy előkerültek a sálak, a kis kabátok, a kalapok, a kesztyűk, a kis csizmák, tehát szerintem ősszel is tavasszal lehet a legkreatívabban öltözködni. Úgyhogy ennek mindenképpen örülni kell. Amit én tudok tanácsolni, hogy most már aztán tényleg nincsen kifogás a sportra, nincsen meleg, meg fülletség, meg ilyenkor tényleg a legaktívabb az ember, mert nem nyomja el a meleg, és csak rá kell magunkat venni, hogy kimozduljunk a hidegbe. Hát az edzőterem még addig fázik az ember, aztán gyorsan felpattan a futópadra, és mindjárt bemelegszik, úgyhogy, és annál jobb nincs is, tehát tényleg egyébként ez is hozzátartozik az én lelki békémhez most, hogy elkezdtem rendszeresen sportolni, és ez egy annyira nagy önbizalmat ad az, hogy látom a változást, illetve az, hogy minden egyes edzés vége egy olyan sikerélmény, múltkor is volt, hogy hát most lehet nevetni fogtak, de én majdnem elsírtam magam edzés végén, mert az utolsó feladat az olyan volt, hogy azt mondtam az edzőmnek, hogy ez kizárt dolog, hogy én meg tudjam csinálni, nem, majd rám nézett, mondta, hogy ne viccelj, már meg tudod csinálni, és megcsináltam, és akkor lejöttem a futópadról, én komolyan úgy éreztem magam, mint hogyha nem tudom, olimpiát nyertem volna. Tehát ezek az apró kis sikerek, ezek segítik hozzá az embert ahhoz, hogy utána rá legyen a lelki békére, nem szabad ezek fölött így elsiklani. Ez egy tökéletes zárszó volt, hogy találjuk meg magunkat. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok. A mai vendégeim a Kortárs Eti Külben Szunai Linda szépségkirálynő és Kozman György a Kézájdú tulajdonosa volt. Én köszönöm mindenkinek, aki ma itt volt velünk és hallgatott minket.